Köszöntöm nézőinket a stúdiónkban, Diene Zsuzsanna, a LAVE, vagyis a Lányok Asszonyok a Városért Egyesület elnöke. Szervusz, Zsuzsanna. A második oldalamon pedig Sipos D. Zsuzsanna, Magyar Dal és Zenebarát kör művészeti vezetője. Üdvözlöm. A legutóbb ugye Rákosi László, illetve Kristály Mátyás volt itt művészeti vezetőként, azóta ugye változás történt, Zsuzsa került a művészeti vezetői székbe, hogy mondjuk így. Miért Igen. történt ez a változás, ha lehet erről beszélni? Rákosi László volt a művészeti vezetőnk, amikor megalakult a Magyar Dal és Zenebarát kör, de neki egyéb elfoglaltsága miatt nem jutott elég ideje a szervezésre. Átmenetileg Kristály Mátyás helyettesítette, de miután Sipos D. Zsuzsanna vállalta ezt a gyönyörű és keserves feladatot, őt választotta meg a tagság. Igen, ugye a program iránt érdeklődők már részt vehettek a 7. alkalommal megrendezett dal Igen. délutánon. Hogyan sikerült összeállítani a programokat? Kiket próbáltak így meghívni? Tulajdonképpen igyekeztem úgy összeválogatni a műsort, hogy sanzon, táncdal, próza, vers, minden legyen, tehát színes legyen a műsor. Ehhez elhívtam barátaimat, akikkel az előző daldélutánokon is szerepeltünk, illetve hát az előző klub tagjaim voltak, és a Vigadóba is együtt dolgoztunk, Varga Gábor Vilmost, ő tulajdonképpen a TTT, Telekitéri Társaságnak a művészeti vezetője, és több énekversenyt nyert már, egy nagyon szép hangú, gondolom hallottad, fiatalember, hát már nem fiatal, ő is művészeti vezető, Garamszegi Lászlót és Garamszegi Magdita, Garamszegi László szakszofonozik és énekel, hát nagy sikere volt. Garamszegi Magdika, őt egész fiatal kora óta ismerem, színésznek készült, és valamilyen oknál fogva nem fejezte be hivatalosan az iskoláit, de hát a tehetsége az megmaradt, és meg is mutatta, és nagyon aranyos volt, két vidám verset adott elő, nagy sikerrel. Úgyhogy az előző, visszatérve az előző műsorra, mi már tavaly is szerepeltünk, a zenebarát körrel, és ugyancsak akkor is úgy válogattam meg a szereplőimet, hogy megpróbáltam fiatalokat behozni én is, úgy, ahogy láttam a Molnár Katitól, aki a magyar népdalokat, az operetteket, és az operettekért felelős, azért a műsorért, és azt láttam, hogy igénybe veszi a aranyos kis fia által ajánlott gitárosokat is, és a fia kísérte gitárral őt a legutóbbi műsorba is, Endes Mátyás, Miklós, Endes Miklós, igen, Mátyása, és hát nagy sikert aratottakat is, és a fiatal gitáros gyerekeket is behozta, tulajdonképpen azt mondja, a zeneiskola gitártanszakos növendékeit elhozta, nagy sikerrel. Hát az én feladatom még a továbbiakban is a forgatókönyv megírása. A forgatókönyvben figyelemmel kell, tekintettel kell lenni az időhosszára, kit mennyi ideig engedünk műsorba. Ha megkérdez, mivel magyar dal és baráti körről, zenebarát körről van szó, hát magyar dalokkal fel kell készülnie a daloknak a címét, szerzőjét, zeneszerzőjét, hogy az Artisziuson keresztül Zsuzsi tudjon intézkedni. Már erőre megbeszéljük, mert ugye vannak kedvelt dalok a repertoárban, My Way, majdnem mindenki azzal, Zsuzsika, énekelhetném, hát nem, ez magyar dal és zenebarát kör. Úgyhogy magyar dalokra próbálunk koncentrálni, fiatalokra, és én azt beszéltem a Zsuzsival, hogy elsősorban itt a Dunaharasztin belül kellene keresni olyan tehetségeket, mint a Horváth Petra volt, akinek a tavalyi 15 éves városavatási évfordulóján felcsendült a hangja, és több száz emberből, ugye, mert ott nagy zsinat volt,
kicsengett az a gyönyörű hangja. Fiatal lány, és nekem nagyon tetszett. És ilyen tehetségek, olyan Hunyadi János általános iskola tanulója, és gondolom, hogy vannak ilyen tehetségek, de őket is műsorban mikrofonhoz kell juttatni. Tehát ha most hallják, akkor nyugodtan jelentkezhetnek önnél. Nyugodtan. És akkor megadja lehetőséget a szereplésre. Igen, én ezt szeretném.